Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban egy klasszikus magyar kockaházat fogok összerakni és röviden bemutatni. A házat a miniatúr kiállítás gyártja, az ő Facebook oldalunkon pillantottam meg először, és a kiállítás webshopjában megvásárolható. Link a leírásban. Nekem pont kapóra jött most az épület, hogy kicsit magyarosabbá tegyem a terepasztalom egyik sarkát. A ház festetlenül lapra szerelve érkezett meg, a legnagyobb eleme maga a tető volt, ez egy darabból készült szerencsére. Kezdjünk is bele az összeállításba. Az elemek kicsomagolása után először a falakat állítottam össze. A ragasztáshoz sima makettragasztót használtam, szokásos módon az elemeket ragasztás előtt 300-as csiszolópapírral megcsiszoltam, az így éldesített felület a tapasztalatok alapján jobban, biztosabban összeragad. A falak összerakása után az ereszt tartalmazó felső merevítő koszorút ragasztottam a helyére, majd amíg ez száradt, elkezdtem lefesteni a kisebb elemeket, kezdve az ablakokkal, az ereszt csatornákkal, a kis előtetővel és a párkányokkal. Az ilyen kisméretű, később nehezen hozzáférhető részeket én szeretem előre megfesteni, mert így könnyebb, és kisebb az esélye annak, hogy a beépítés után esetleg oda is kerül festék, ahova nem kellene. Amíg a kis elemek száradtak, lefestettem az ereszt csatornát és a tetőt is. A tetőnél jól higított piros festéket használtam, az első réteg száradása után még egy körben egy kicsit sűrűbb festékkel véletlenszerűen átkentem, így egy természetes textúrát adva a tetőnek. Az ablakok köré elhelyeztem a kis díszítő elemeket, alulra körbe a lábazat elemeit, ragasztó száradása után világos bézs színű festékkel lefestettem magukat a falakat kívülről, az ablakok körüli díszítő elemeket pedig gondosan kikerültem, azokat fehér színűre hagytam. A fal száradása után egy sötétebb, betonszürke színnel körbefestettem a lábazatot és a lépcsőt, ügyelve arra, hogy a falakra ne jusson a színből. A festék száradása után beragasztottam az ablakokat, az ajtót, belülről elhelyeztem az ablakon a mellékelt kis átlátszó műanyagokat, majd a függönyöket. Felhelyeztem az ereszcsöveket, végül pedig helyre illesztettem a tetőt, és így kész is lett a házikó összeépítése. Az összerakás nagyon könnyen ment. Az épület anyaga jól lett kiválasztva, könnyen ragasztható, az elemek méret pontosak, sorjázni sehol nem kellett semmit.
Nekem külön tetszett az is, hogy a falak anyaga matt és textúrát, a gyártó leírása szerint a falak anyaga gipszet is tartalmaz, így a matt festék használata esetén a felület vakolat hatását kelti, további kezelése szerintem egyáltalán nem szükséges, szóval nem kell még pluszban matt lakkal lefújni. A tető egy elemből készült, nem kell cserépsoronként összeállítani, emellett meglehetősen masszív, jó a tartása, az összeszerelés után ugyan célszerű ráragasztani az épületre, de ha később világítás vagy belsőt szeretnénk bele, akkor akár csak a falakra ráhelyezve is megáll, a felső műanyag koszorú pedig kellőképpen összetartja a házat, a tető ráragasztása nélkül is. A ház nem tartalmaz gyárilag belsőt, de sztirolból vagy kartonpapírból tetszés szerint építhetünk bele válaszfalakat és berendezhetjük. Világítás is építhető bele utólag, ez esetben viszont célszerű belülről kifesteni a falakat feketével és kartonból külön maszkot építeni bele. A bejárat felett van egy kis lámpabúra is, ide igény szerint egy apró LED segítségével lehet utólagos világítást építeni. Ha belsőt építünk a házba, akkor már az összeépítéskor célszerű a függönyöket elhúzva felhelyezni, hogy később belássunk az épületbe. Maga a ház megjelenése szerintem jól hozza az eredetit, igazi magyaros vidéki hangulat idézhető meg vele a terepasztalon. A házat többféle variációban is megépíthetjük, tudunk játszani a lehúzott redőnyökkel, a kis előtetővel, az ablakdíszítő elemek meglétével és természetesen a ház színével is, így több ház is telepíthető egymás mellé, anélkül, hogy mindegyik ugyanúgy nézne ki. A terepasztalomon mindösszesen két lakóház van, ezzel a házzal most egy fallerbolti épületet váltottam ki, pont befért a helyére, de majd egy minimálisat kell majd még alakítani az alapon, hogy belesimuljon a környezetbe. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!